nem tüntethetett a DK Orbán Viktor és Erdoğan találkozója idején a Magyar Tudományos Akadémiánál. A rendőrség az új gyülekezési törvény alapján tiltotta meg a demonstrációt arra hivatkozva, hogy nemzetközileg védett személy érkezik az épületbe. A DK szerint el akarják hallgattatni őket. Az Egyenes Beszéd kontrában Rónai Egon mellett Balogh Judit és Pungor András kérdezi Gréczi Zsoltot. Minden fontosat tudnak, így van. Itt vagyunk mindannyian, jó estét kívánok. Szervusztok, kollégák. Miért akarnák a DK-t elhallgattatni? Ugye volt az Alkotmány utca végén, jó múltkorában egy tüntetésük, amit sorozatnak hirdettek, meg ott sem voltak nagyon sokan. Most a Tudományos Akadémia előtt összegyűltek volna 100-an, 200-an, 1000-en, akkor mi történik? Erdoğan nem ijed meg és megy vissza a Isztambulba. Nem az a kérdés, hogy ilyen esetben, hogy éppen hányan vannak, az a kérdés, hogy van egy folytonossága ennek a dolognak. Ugye a DK meghirdette ezt az ellenállás című akciósorozatot, ez a tüntetés is ahhoz illeszkedett volna. A rendszerrel szembeni ellenállást szimbolizálja, egyrészt bent a parlament falain belül, egyrészt másrészt meg... vonálni mondjuk egy térrel arrébb. Hát mint ahogy a rendőrség nem ajánlottak föl semmit. A szabadságteret felajánlotta, hogy ott tüntethetnek. Na jó, de hát a Magyar Tudományos Akadémiától a Bükkábrány Kossuth utca 4-et is felajánlották. De hogyha azt... Nem igaz az a mondat, hogy elhallgattatják a DK-t, mert akkor lehet a szabadságtéren bármit csinálni. Tehát ha azt akarják jelezni, hogy a DK jelen van, tiltakozik, meg akarják ezt a hangot szólaltatni, el akarnak jutni az emberekhez, akkor lehet, hogy azt kell mondani, hogy kiállok a szabadságtéren, és elmondom, hogy tessék, csak itt tüntethetünk, de azért miért vagyunk. De mi a Magyar Tudományos Akadémia előtt szerettünk volna, mert ott van ez a bizonyos vacsora. Egyébként ez a Tudományos Akadémia nagyobb szégyenére, hozzáteszem, tehát hogy Áder János a Magyar Tudományos Akadémia épületében egy olyan embernek ad díszvacsorát a tiszteletére, aki éppen újságírókat, tudósokat... A Tudományos Akadémia abban a helyzetben, hogy erre nemet tudja mondani? Hát szerintem a Magyar Tudományos Akadémiában az a tudós társaság, amelyik ott ül, kell, hogy legyen annyi autonómiája és önérzete, hogy egy ilyen helyzetre... Megkérdezik őket? Azt mondja, hogy nem. Hát, de Megkérdezik, vagy közlik velük? Hát szerintem nyilván alapvetően közlik velük, és nyilván úgy gondolják, hogy nem mondanak rá nemet. Szerintem ez az a pillanat, amikor lehetett volna nemet mondani. Lehet, hogy akkor is megtartják, mert erőből kiürítik, de annak is lett volna egy ilyen ellenállás jelege. Az akadémikusok mennyire lehetnek ma függetlenek, mennyire lehetnek megfélemlítve, amikor például múlt héten is láttuk azt, amikor szelektálták, hogy milyen előadások hangozhatnak el, egyetlen egy akadémikus emelte fel a hangját, és mondta azt, hogy nem vesz részt egy olyan rendezvényen, ahol eldönti a kormánypárt, hogy ki vesz élet és ki nem. De egyetlen egy ilyen akadémikus a Parlament Kulturális Bizottságában közelről láttam, amikor meghívták a Tudományos Akadémia főtitkárát, és ott azt mondták, hogy 5 perc alatt legyen szíves foglalja össze, hogy mi a baj. Vagy gyakorlatilag egy második megszólalást már nem engedtek neki, úgyhogy gyakorlatilag el kellett, hogy kullogjon anélkül, hogy bármit tudott volna mondani. Tehát egyrészt van egy a hatalom részéről egy ilyen lekezelő, megalázó magatartás, másrészt pedig ebben a helyzetben azt gondolom nagyon nagy baj, ha a Tudományos Akadémia még beadja a derekát, és nem mutatja azt a civil kurázsit, amit a benne levő kiművelt emberek akár ki is vívhatnának. Kicsit visszatérve az ellenállásra, végignéztem a DK-nak honlapján az esemény rovatot, és nem találok ellenálló gócokat az országban. Mondjuk azt láttam, hogy esetleg október 10-én meg 17-én, ha jól emlékszem, lesz egy lőrinci piaci kitelepülés, de ennyi. Nem, most tehát, Miskolcon lesz, Miskolcon lesz a következő rendezvény. A múlt héten is volt 2, és azt gondolom Győrben és Ajkán, előtte voltunk Szegeden, most jön a miskolci állomás, és az a szerencsés helyzet van, hogy ezek egy részét már nem a DK szervezi, hanem helyi civilek csatlakoznak rá az ellenállásra, és mondjuk meghívnak hozzá pártokból szónokot, más pártokból is akár, vagy mondjuk a DK-ból, és nyilván ezek között lehetnek kiemelt rendezvények is. De ez ellenállás kimerül ilyen fórum jellegű rendezvényekben, vagy valami több pluszt is szerveznek, valami újítás lesz? Keressük az utat. Tehát a DK eljutott odáig elsőként a magyar pártok közül, hogy azt mondta, hogy egyszerre a parlamenten belül, és egyszerre az utcán. Ezt egyetlen más párt sem teszi, mi tesszük. Hát a Jobbik hirdette még meg nagyjából ugyanezt a programot. De aztán most úgy látom, hogy más problémáik vannak, mint most éppen lehet, hogy a Fidesznek akarnak ellenállni, meg Torockainak, meg az LMP-nek. De
Ez ellenállnak a pártok a parlamentben, azért azt nem mondhatjuk. Ezt én értem, hogy... ezért mondja, hogy mondom én azt, hogy a DK az egyetlen, amelyik parlamenten belül. Jó, de modellezzük ezt a helyzetet, és egyáltalán nem szemrehányásszerűen teszem fel ezt a kérdést. Tényleg érdekel. Azt mondják, hogy nem lehet tüntetni a Magyar Tudományos Akadémia előtt, önök pedig ellen akarnak állni. Akkor miért nem mennek máshova, vagy miért nem szerveznek a Dunatúr partjára, mondjuk a Batthyány térre egy tüntetést, onnan lehetne hallani a Magyar Tudományos Akadémiáig, hogyha ott van 1000 ember. Nem is mondok 10 000-et, ami látszik is. Szerintem a mai akciónk sokkal látványosabb lett azáltal, hogy azt a bizonyos molinót, amit az előbb láthattak a nézők, azt kilógattuk a parlament ablakából. Ráadásul de ez az elég az egyébként, azért... azt gondolja? Tehát szerintem... Erdoğan látogatásának a napján, hát szerintem nagyjából, amit az átlag néző, meg átlag emberek észrevettek, legjobb esetben az az, hogy önök, illetve a Párbeszéd kifüggesztettek két molinót. Igen, csak a demokratikus koalíció ezt akkor tette, amikor Erdoğan érkezett. És ki volt téve az oroszlános kapu elé a vörös szőnyeg, és nem ott ment be. Jó, én ezt értem, de ez majdnem olyan, már bocsánatot kérek, mint igen. Az iskolában, amikor borsot akartunk törni az igazgatónő orra alá. Szerintem az nagyon rendben van, ha egy párt keresi azokat az eszközöket ebben a helyzetben, na jó, amiben kérdezem, éppen vagyunk látva, hogy Magyar Tudományos Akadémiával mi történik. Van B pont. Na, mi az? A következő lesz, amit majd kitalálunk, az lesz a következő. Ja, hogy de akkor még nincsen meg a fejükben, hogy mi ez a B pont. Hát, mondom, Miskolcon lesz a következő rendezvény, aztán lesz a következő rendezvény, meg a következő rendezvény, és folyamatosan szervezzük de az ellenállás különböző eseményeit. Az ellenzéki oldalon azt a helyzeti előnyt, hogy egyébként a DK-nál tényleg nyugalomban béke van, nem lépnek ki emberek, nincsenek nagy balhék. Tehát pont egy megerősödő helyzetben vannak, vagy legalábbis egységesek mindenképpen. Csak nem látom, hogy ezt ki tudják-e használni ezt a helyzetet valójában. Hogy önöknek nem kell a belső nehézségeikkel küzdeniük. Hát éppen ezért tudjuk az energiáinkat arra fordítani, hogy nagyon erős parlamenti jelenlétre törekszünk, és megkeressük azokat az utcai lehetőségeket, amivel lehet bosszantani, piszkálni, ellenállni. Egy héttel ezelőtt felszólaltam a parlamentben az ügyben, hogy a Sorsok Háza kiállítás ne nyíljon meg. És Orbán Viktor a második felszólalásában azt mondta, hogy hát végül is akkor ne nyíljon meg. Ez egy pici siker. Az a probléma, hogy ezek az ellenálló történetek azért tűnnek ilyen kis fricskának, és nem többnek, mert hogy a 15. kerületi választás, ami önöknek elég kedvező volt, az mutatja legjobban, hogy egyszerűen az ellenzék akkor tud jó lenni, ha vidéken jelen van, ha ott van abban a körzetben, ha jó jelöltet választanak ki, ha van mondani valója, és még sorolhatnám a történeteket, és nem a fricskákat kéne ebbe sorolni. Tehát, hogy ha arra helyezni az ellenzék a munkáját, ezt több elemző is mondja, hogy dolgozik vidéken, dolgozik helyben, építi önmagát, akkor esetleg lehet, hogy többet el tud érni, mint hogyha csak egyszerű tüntetéseket szervez, ami két nap alatt. Vagy ezek a városlátogatások pont ezt a célt szolgálják, hát amit András kérdez? Hát ilyenkor egyrészt ugye két aláírásgyűjtési akcióban van benne a DK. Az egyik a közvetlen főpolgármester választás, mert hiába kérdezi a DK a parlamentben a miniszterelnök hivatalt, egyszerűen nem hajlandóak megmondani, hogy lesz-e egyáltalán még. Ez a házi feladat egyik része, az adatbázisépítés. De nem csak adatbázisépítés, ez nagyon fontos, hogy ne Orbán Viktor jelöljem ad ki a főpolgármestert, hanem mi választhassunk közvetlenül. A másik, hogy csatlakoztunk az európai ügyészséghez, az ügyészségről szóló aláírásgyűjtéshez. Hány aktivistájuk vesz benne részt? Sok, nagyon sok. Valami több, mint 60 vidéki szervezetünk vesz benne részt, plusz a budapestiek. És egyébként azt hiszem, ez nagyon jól is megy, kifejezetten jó számokat. Azt hiszem, Csepelen hallottam, hogy hétvégén azt hiszem egy óra alatt összeszedtek 200 aláírást. Tehát ezek egészen kiváló számok, aki tudja, hogy mit jelent utcán politizálni. Tehát ezek azok az akciók, amiket szépen egymás mellé lehet építeni. A DK most vidéki szervezeteket újít fel és épít, külön olyan egységeket hozunk létre régiókban, amelyek elkezdik szervezni a helyi életet. Nyilván azt szeretnénk, hogyha az önkormányzati választáson mondjuk akár megdupláznánk az önkormányzati képviselőink számát lépésről lépésre, pontosan azzal a nyugalommal, amit Judit említett. Mennyit segít ebben hogy az építkezésben? Hogy az DK egységes és erős. Ha vannak konkrét ügyek, hogy itt van ugye a foglalkoztatási jogviszony kikényszerítése az otthonápolók számára. Ez egy nagyon konkrét, megfogható dolog. Ugye a lakhatási kérdések is lehetne ilyen, vagy éppen a kilakoltatások ügye is lehetne ilyen. Ezek egy pártot tudnának építeni, hát nem? Ezért vagyok különösen büszke arra, hogy a DK képviselői például az otthonápolás pólójában jelennek meg a parlamentben, és Varjó László, aki a Költségvetési Bizottság elnöke, olyan nagy, szerintem fontos gesztusokat sikerült elérnie, hogy ő ugyan viszi
a Költségvetési Bizottság ügyében a civilekkel folyamatosan tárgyalva az otthonápolás ügyét, de egy sajtótájékoztatóra maga mögé állítja a Jobbikot, az MSZP-t, a ma már független Bősz Anettet, és azt mondja, hogy tartsunk közösen sajtótájékoztatót, és akkor közösen tartanak sajtótájékoztatót. És ezek a civil szervezetek, amelyek az otthonápolás civil szervezetei, ezek azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon örülnek is annak, hogy a politika végre kiemelten foglalkozik velük. Hogy kérdezek rá? Remélem, hogy eredményes is lesz ez a munka. Kérdezek rá egy mai friss hírre. Ugye a DK Európai Parlamenti képviselői feljelentették magukat, hogy ők hazaárulók, ugye, mert a kormány ezt mondta folyamatosan rájuk, hogy ők hazaárulók. A főügyesség ma úgy döntött, hogy bűncselekmény hiányában nem indít eljárást, tehát magyarul nem hazaárulók. Mi lesz ennek a következménye? Miért volt értelme ezt meglépni? Innentől kezdve, ha mondjuk egy kormánypárti képviselő még egyszer azt mondja valamikükre, hogy hazaárul, akkor sokkal nagyobb éllel tudnak kikelni, hogy na, de hát a bíróság sem lett, hogy hazaárulók. Ez is egy fricska. És egyébként azt gondolom, hogy ezt még mindig érdemes folytatni. Tehát az, hogy az ügyészség nem egy jogi magyarázatot adott erre, hogy jogilag nem hazaárulók, hanem csak egy ilyen általános politikai magyarázatot. Tehát rá kell mutatni minden lehetséges eszközzel a Fidesz politikájának képtelenségére. Tehát naponta 15-ször mondják el mindenkire, hogy hazaáruló, aki nem ért velük egyet. Tehát nagyjából az 1952-es országgyűlésben érzem magam, ahol ugyan nem voltak ellenzéki pártok, de aki nem értett velük egyet, aki nem értett velük egyet. Az országgyűlésben olyan sem volt, aki nem értett velük egyet. Szintén egy ilyen mai vonatkozású történet, hogy azt kezdeményezték, hogy parlamenti bizottság vizsgálja ki a miniszterelnök magánutazásait, és hogy ma összegyűjtik a megfelelő képviselői támogatást. Igen. Tehát ma kezdik el. Na, igen, ezt akarom kérdezni, hogy sehol még a történet? Fölvettük a kapcsolatot, tehát megkapták a levelet az illetékes parlamenti pártok frakcióvezetői, és szépen elkezdjük gyűjteni. Az nem meglepő, hogy Polt Péter nem kapásból elzárkózó, hanem na most megvizsgáljuk, aztán majd meglátjuk, alapon válaszolt nem, a kérdésre, hogy indul-e ez ügyben ügyészségi vizsgálat? Nem, egyáltalán nem meglepő. Hát Polt Péter pontosan tudja, hogy a DK-nak ez több éven keresztül reklámot biztosított volna, hogyha egy ilyen hazáruló perbe belekergeti a DK Európai Parlamenti képviselőit, ráadásul Brüsszel előtt igen. Nem, most az Orbán ügyre gondolok kifejezetten. Ugye azt mondta Polt Péter, hogy még nem döntötte el az ügyészség, hogy indít-e ez ügyben vizsgálatot. Nem fog semmi se történni nyilvánvalóan. De nem azt mondta, hogy szó nincs róla, mert nincs bűncselekmény, mit vizsgálnánk. Jó, hát majd a Felcsúti stadionban azt, hogy hol át köpködve megbeszélik, hogy mégsem lesz vizsgálat. Egon arra kérdezett rá, csak hogy egyértelmű legyen. Nem azért, mert te rosszul kérdezted. Fordíts. Vagy próbáljam meg fölfogni, nem? Segíts. Tehát azt akartok kérdezni, hogy általában tényleg 10 esetből, szerintem nagyjából 12-szer Polt Péter mindent azonnal lesöpör, ha kérdezik valamivel kapcsolatban, és azt mondja, hogy nem, ennek semmilyen alapja nincs, és semmi közünk hozzá, és nincs itt semmi látnivaló. Most viszont nem ezt mondta a repülős utazásokkal. Az égvilágú semmit nem jelent, majd mondja 3 nap múlva. Az is majd sztori különben, hogy a 17 óra, megnéztem, 17 óra 30 perc környékén töltötték fel a parlament adatbázisára a DK-nak rengeteg törvényjavaslatát. De és akkor azt... Szargentini jelentés. Kapcsán, igen. Tehát ugye az Alkotmánybíróság jogkörének a bővítésétől elkezdve a szociális biztonságot szolgáltató törvényjogosítását. Igen, szép lassan tételesen benyújtottuk, hogy hogyan kéne ennek egy európai jogállamban kinézni. És pörgetem tovább, és akkor azt nézem, hogy az MSZP 17 óra 30 valány perc, az is föltöltik ugyanez. A szociális helyzet, a Lexeu, a szociális biztonság, a képviselői számot önök 220-ra emelnék, ők 222-re. Tehát kialakult egy ilyen kis verseny ma délután 17 óra 30 perckor az MSZP és a DK képviselői között. Ki ügyesebb Sargentini? Miért nem együtt csinálják? Hát egyrészt ezek külön pártok. Másrészt azt gondolom, hogy a Fidesz ezeket így is le fogja söpörni. Én nagyon örülök neki egyébként, hogyha az MSZP-vel ez ügyben egy rugóra jár az agyunk. Ez a két párt volt az, plusz a Párbeszéd európai parlamenti képviselő, amelyik megszavazta a Sargentini jelentést, így van egy hitelessége ezeknek a pártoknak ebben a témában, és szerintem ez nagyon helyes, hogyha ugyanarra a témára legyünk. Nem beszél, hogy kioltják egymást a javaslatokban, mert a kettő ugyanarról szól. Nem fogunk ezen összeveszni szerintem. Azt mondta Balogh János országos rendőrfőkapitány, erre már reagált is csütörtökön, hogy semmiféle a migrációval kapcsolatos veszélyhelyzet nincs Magyarországon. Annyira, hogy gyakorlatilag tömeges, illegális migrációról nem beszélhetünk, mondotta ő. Ezzel tud valamit kezdeni az ellenzék? Hát azért tartottam belőle sajtótájékoztatót, mert úgy gondolom, hogy ezzel kéne kezdeni, de ez úgy látom, hogy a fideszes képviselőkre a saját rendőrfőkapitányuk sem hat,
Mert hogy ma is 43-szor elmondták, hogy mekkora migráns veszély van Magyarországon, hiszen eközben pedig a belügyminiszter által kinevezett országos rendőrfőkapitány mondja, hogy nincs. De hát én jártam is a határon, napi egy, azaz egy ember érkezik. Volt, és az szerdán jött három. És azóta egy se. És nem is tudja, és nem is tudom, hogy hogy kezelik. És azok is becsöngetnek, és azok is becsöngetnek a kerítésnél. Jaj. Tehát nem arról van szó, hogy akkor itt éppen elveszik a kultúrában, van a fél órában. Ha jól emlékszem, akkor valamelyik újságíró ki is számolt, remélem, hogy jól emlékszem a számra, hogy azt tekintve, hogy mennyit költöttünk egyébként a kerítésre, meg minden ilyesmi védekezésre, és hogy hány menekült jött, hogy talán 100 millió forintot költöttünk minden egyes menekültre, aki jött volna. Igen, na, és ugye. Igen, és erre mondja az Orbán kormány, milyen drága a védekezés. Igen, és eközben persze a letelepedési kötvényel, aminek 30 milliárd mínusz a végső egyenlege, behoztak 20 ezer embert, többnyire ellenőrizetlenül, és most olvasom a magyar közlönyben, hogy 5000 ukrán vendégmunkás is megérkezett Magyarországra, nyilván egy kicsit lejjebb lehessen nyomni a magyarok bérszínvonalát. Szerint a 30 óra. Milliárdot bérsgálni fogja az ÁSZ? Igen, vagy nemet? Hát az ÁSZ elnöke egy volt fideszes államtitkár, azt hiszem válaszolta. De vizsgálni szokott, mint tudjuk. Feladata, vizsgálni, mint az ellenzéki pártokat szokta vizsgálni. Képviselő, valóban. Köszönjük szépen. Én is köszönöm a lehetőséget. Folytatjuk ám műsorunkat, csak mással. Jakubcsek Plusz következik, úgyhogy Jakubcsek Gabit kérdezem, hogy mi lesz a mai műsorban. Szervusz, jó estét kívánok! Ma este is jelentkezik a Jakubcsek Plusz. Az egyik témánk az lesz, hogy milyen az élet 40 felett a gyerekkel, a másik pedig, hogy milyen lenne okos eszközökkel tanítani az iskolában. Várom Önöket 8 óra 30 perckor. Hát az, mintha egy másik ország lenne, csak eljutunk oda előbb-utóbb. Jakubcsek Plusz tehát mindjárt, holnap este pedig én is várom Önöket. Szép estét, viszontlátásra!